Az asztaloknál senki sem ül, üres az éttermi részében a Baktalorántházi hotelben. A koronavírus elleni védekezés miatt november óta kizárólag az üzleti turizmus engedélyezett. Más célból nem fogadhatnak vendégeket a szállodák. Az éttermek pedig csak elvitelre szolgálhatnak ki. A korlátozó intézkedések miatt kiesett bevételek egyre nehezebb helyzetbe hozzák az ágazatban dolgozókat. A 2004-ben alakult Magyar Gasztronómiai Egyesület pontokba szedte, hogy milyen lépéseket javasol a súlyos helyzet megoldására. Többek között a helyiségdíjak átvállalása, a bértámogatások mértékének megemelése, az adó- és járuléktartozások elengedése vagy átütemezése, a teraszdíjak ingyenessége szerepel a javaslatok között. Azt is kérik, hogy legkésőbb márciustól fokozatosan kinyithassanak a járványügyi szabályok betartásával. Mi vállaljuk a legnagyobb részt ebből a védekezésből? Krivács András az ország egyik legrégebbi és legnagyobb vendéglátó szervezete, a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke azt mondja, ők folyamatos kapcsolatban állnak az érintett vállalkozásokkal, így valós kép alapján tudják megfogalmazni javaslataikat. Nagyon nehéz mérni az adatokat, hogy milyen állapotban van a szektor. A mi méréseink azt mutatják, hogy egy hónapnál kevesebb tartalékkal rendelkeznek azok a kollégák, akik még most jelen pillanatban a piacon vannak. Úgy számolnak, hogy a szektor 40%-a teljesen leállt. További 40%-a csak minimális mértékben működik, míg mindössze 20%-a volt képes megtartani munkavállalóit. Az általuk javasolt állami bértámogatás mellett is a szektorban dolgozók létszáma a 2019-es 300 ezerről 100 ezerre esett vissza. A nehéz helyzetük ellenére csak akkor szeretnének kinyitni, amikor a járványhelyzet ezt lehetővé teszi. Semmi gazdasági érdek nem írhatja felül az embereknek az életét és az emberi életvédelmét. Bármennyire is fáj, bármennyire is rossz nem vendégül látni a vendégeinket, tudomásul kell vennünk, hogy valamilyen protokoll szerint, és itt látom a nagy hibát, mikor azt mondom, hogy valamilyen protokoll szerint vannak ezek a korlátozások. Négy lépéses javaslatcsomagot állítottak össze, amelyben kitértek a maszk használatra, a dolgozók és a vendégek higiénes környezetére, valamint a maximális létszámra.